Sziasztok, Lovrencsics Gergő vagyok, nézzétek ti is az NSO TV-t. Voltak olyan szép dolgaink, ami be azt gondolom, hogy tehát amennyi negatívum van, sokkal több a pozitív. Így értékelt a finnek elleni vesztes meccs után a magyar válogatott kispadján debütáló Pintér Attila. A szurkolók a meccs után közel sem voltak ennyire elégedettek. Megmondom őszintén, semmit nem láttam, amit a Pintér Attila előzetesen várt volna a csapattól. Semmit, de tényleg semmit. Szerintem rosszul is játszottunk, labdát sem birtokoltunk, kapurásra lőttünk meg, el sem találtuk a kaput, ha lőttünk is. Néhány ember azért megtette, amit kell, de szerintem azért jobban oda teherték volna magukat. Nem lehet messze menő következtetéseket levonni, de ezt inkább nem kommentálom. Akadt hiányérzet a 12-szeres válogatott Herceg Miklósban is. Aki a mérkőzés után elmondta, látszik, hogy labdarúgóink még nincsenek játékban. Az első félidőben jól kezdtünk, úgy éreztem, hogy uraljuk a játékot, stabilak voltunk hátul, szép támadásokat vezettünk. A második félidőben én úgy láttam, hogy egy kicsit visszaestünk, a Liptás Zoli kiesésével a védelem egy picit bizonytalanná vált. Azt mindenképp hozzá kell tenni, hogy ez nem egy rossz finn csapat. Én úgy láttam, hogy gyorsak voltak, labdabiztosak, tehát azért számolni kell velük a csoportmérkőzések során. Pór Károly, a Nemzeti Sport Online újságírója a helyszínen nézte végig a meccset. Véleménye szerint az első negyed órában mutatott játék elfogadható volt, azaz, ami eredményre vezethet. Mérkőzés után több játékos is elmondta, hogy az első negyed órában mutatott játékunkkal lehetünk talán elégedettek. Én is úgy vélem, hogy ekkor látható volt egyfajta tudatosság, jól szűkítettük a területeket, és ebből tudtunk ellentámadásokat vezetni, megtaláltuk azokat az üres területeket a finn védelem mögött, ami mögé be tudtuk játszani a labdát. Ebből volt két helyzetünk is, Rudolf révén az egyiket góra is váltotta. Ezt követően azonban egyre kevésbé tudtunk helyzeteket kialakítani, miközben a finnek pedig megtalálták a mi gyengénket, ha lehet ezt mondani, ami ismét a szélső védekezés. Mit vársz a folytatásban Pintér Attilától? Hát sok munkát, meg össze kell rakni ezt a csapatot, mert ez még nem volt csapat. A kapitány a sajtótájékoztatón egy újságírói kérdésre reagálva a meccs után kapott negatív kérdésekre panaszkodott. Ha egy csapat kikap, csak a negatív kérdések jönnek, mert ez negatív kérdés, nem arra, hogy a ma, de. Mit lehetne mondani? Mindent elmondtam, hogy értékeltem, ugyanezt elmondtam a játékosoknak is. Megpróbáltak mindent megtenni a győzelemért. Megpróbáltak olyan dolgokat csinálni, amit lehet, hogy idáig nem is kértek tőlük. Elmondtam, hogy ilyen hibákat, amit vétettünk, nem szabad csinálni. De ez egy normális dolog, én azt gondolom, de itt már mindjárt jönnek, hogy megbünteti, letolja őket, mind negatív irányba visz mindenféle gondolkodást. Lehet mosolyogni. A magyar labdarúgó válogatott legközelebb május 22-én bizonyíthat Debrecenben Dánia ellen.